Kedves vendégeinket, szeretettel köszöntöm az orientalisták a Szóeszkádban sorozatunk negyedik évadjának második előadásán. Engedjék meg, hogy szeretettel köszönjem. köszöntsem dr. Szombati Zoltán tanárurat, az ELTE arab, simi filológia és arab tanszék, tanszékvezető tanárát, és fölkérjem, hogy tartsa meg a mai előadását, ami még mindig az iszlám körében marad, pedig a Iszlám szinkretizmus egy speciális esetéről számol be, és hangsúlyoznom kell, hogy saját kutatásainak az eredményeit mutatja be nekünk. Először is mindenkit üdvözlök, és köszönöm mindenkinek, aki, aki megjelent és kíváncsi erre. Itt egy világvallás, tehát jelesül konkrétan most az iszlám és, egy, és a helyi hagyománynak a kapcsolatáról fogok beszélni, és hát nem annyira általánosságokban akarok erről beszélni, hanem hanem egy, 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 konkrét szertartás sorozatnak a, az példáján illusztrálva azt, hogy, hogy milyen, módon, milyen módon kerül kölcsönhatásba ez a két kulturális hagyomány. És én azt hiszem, hogy hogyha, hogyha arról beszélek, hogy világvallás, illetve iszlám magas kultúrának a, a akkor nem árt először tisztázni azt, hogy mit értek ez alatt egyáltalán, mi ez a, ez a kifejezés, milyen értelemben használom ezt. És hát lehet, hogy ez nem annyira szerencsés kifejezés, de, de egyszerűen nem tudok jobbat kitalálni, mint hogy az iszlám írott hagyomány. Ugye bármi más szinonimát használnék, iszlám ortodoxia, az iszlám elit hagyomány, magas kultúra, stb., teljes joggal. Ilyen vagy olyan szempontból bele lehetne kötni, úgyhogy meg természetesen ebbe is bele lehet kötni, de én maradok ennél, hogy hogy az iszlám írót hagyománya, ami alatt a, ö, alapvetően a középkor végéig összegyűlt iszlám ö, ö, vallásjogi, ö, korán magyarázói és, ö, és egyéb témába vágó írót hagyományt értem, ami alapvetően arab nyelven született. Egyébként a középkor után is jelentős része az ilyen típusú irodalomnak arab nyelven születik, vagy született, de azt kétségtelen, hogy a középkorban majdnem kizárólag az arab nyelvű írott hagyomány, és ezt szeretném megmutatni, hogy egy, egy, egy konkrét, egyébként az arab világtól és az iszlám világ középső régióitól nagyon távol eső helyen, milyen módon, meg, meg milyen formában befolyásolja ez a helyi hagyománynak az alakulását, méghozzá egy nagyon konkrét helyi szertartás sorozatnak az alakulását. Ez a terület, amiről beszélni fogok, ez Dél-Kelet-Ázsia. Igen. Ez a térkép nagyjából azt a térséget mutatja, amiről beszélni akarok. Ugye ennek a térségnek a az iszlám szempontjából a legfontosabb ország az, az Indonézia. Ez maga a szertartás is, amiről beszélni akarok, ez Indonéziában, Indonézia területén zajlik, majd mindjárt mutatom, hogy közelebbről hol, és, és ez az a térsége az iszlám világnak, amivel itt most foglalkozni akarok. Ez ugye nagyon sokszor úgy jelenik meg a szakirodalomban, hogy hát az iszlám világnak egy csücske és ez bizonyos értelemben, olyan értelemben igaz, hogy itt viszonylag mondjuk a közel-kelethez képest későn jelent meg a, az iszlám, nagyjából a terület nagy részén a 15.-16. századtól, ez egy viszonylag késői időszak, de, de más szempontból, és főleg demográfiai szempontból ez egy teljesen tév Képzett, hogy ez az iszlám világnak valami kis csücske lenne, hiszen a legnépesebb iszlám országról, muszlim többségű országról beszélünk. És egyébként az iszlám világnak pedig ez a térség a demográfiai, legnagyobb demográfiai erejét adja a muszlimok, hogyha regionálisan nézzük, akkor ez az a régió, ahol ma a muszlimoknak a regionálisan a legtö legnagyobb része él. Úgyhogy egy ilyen félreeső csücsöknek tekinteni, az egy kicsit tévképzet, azt hiszem. Úgyhogy ez lenne az a régió, amiről beszélek. Ez egy, ez egy viszonylag áttekinthetőbb térkép, és egyszer mint nagyon elnagyolt térkép, ami kifejezetten csak Indonéziát ábrázolja, azon belül a néhány főbb szigetet, szigetet illetve szigetcsoportot. És az a ezen a térképen, ha megnézik, az, a, a, amire most mindjárt rá fogok fókuszálni, egy, egy, újabb térképpel, ami részletesebb lesz, az, az a sziget, amit itt Sulawesi néven emleget. Ez a térkép, ez ugye az indonéz elnevezése annak a szigetnek, amit régebben európai nyelveken, például magyarul is celebesznek hívtak, és én is így fogom hívni, mert miért ne tegyük. Ez, ez kifejezetten Celevesznek a térképe, és akkor itt még jobban rá lehet közelíteni arra, hogy hát hol van az a szertartás sorozat, hol van az a közösség, amiről beszélni fogok. Itt Celevesznek a, a különböző administratív régióit ábrázolja ez a térkép, és az a régió, illetve az a tartomány, ahol ez a szertartás zajlik, az, az közép Celebesz angolul uh, Central Sulawesi néven emlegeti. közép tartomány az, amiről uh, beszélni fogok. Uh, itt, itt be is uh, karikáztam azt a térséget, amiről uh, szó van. Ez, uh, ez közép középceleves tartomány, ahogy lehet látni, maga a sziget is egy egészen eszement alakú, és, uh, és, és nagyon. Uh, Ilyen változatos partvidék van, nagyon változatos földrajzi egységei, most azon belül ez, a, ez ennek a tartománynak a keleti része. És ez a tartomány, hát erről szeretnék egy-két szót szólni, hogy ez hogy, ez egy, ez egy részletesebb térkép, de már csak erről a keleti csücsökről, vagy a keleti részéről a, a tartománynak. Ezen nagyjából rajta van minden, minden olyan földrajzi név, ami ehhez a szertartáshoz kell vagy amit ismernünk kell. Igazából ott azokat a városneveket, illetve földrajzi elnevezéseket nézzék, hogy ott van egy Batui nevű kis település, ott zajlik a szertartás sorozat első része, Lugo nevű település az, a, az a, a régiónak a központi települése, és a Bangai-szigetek nevű szigetcsoport ott zajlik a szertartásnak a befejező része, erről majd mindjárt beszélek, hogy, hogy pontosan hogy milyen szakaszai vannak ennek a szertartás sorozatnak. Meg hát mutatni is fogom majd mindjárt képeken. Ez a, ez a térség ez alapvetően uh, muszlim. Tehát a lakosságnak a nagy része az, az, az muszlim. Itt pontos statisztikákat azt nem tudok Mondani, de csak azért nem tudok Vannak statisztikák, csak most nem jut eszembe a pontos szám, de 90% körül van, konkrétan ebbe a megyében, ahova ezek a települések tartoznak, 90% körül van a, a muszlimok aránya, az érintett településeken ennél magasabb, tehát ott olyan 95% körüli a muszlimok aránya, és akik nem muszlimok, azoknak a nagy része pedig betelepülő, vagy kínai, vagy egyéb etnikailag idegen elem a helyi lakosság részéről, tehát ez szinte homogén muszlim területnek lehet nevezni. Most itt is jellemző az, hogy ami Indonézia jelentős részén igaz, hogy a, a nagyobb szigeteknek a belső része, ott találunk vallási kisebbségeket, mármint nem muszlim lakosságot, ez, ez amiatt van, mert ezek eldugott, és nehezen járható dzsungellel fedett részek, és oda az iszlám hatása az, az kevésbé jutott el egészen a 20. századig. A partvidékek, azok pedig szinte teljesen muszlimok lakta vidékek, azok ugye a tenger felé nyitottak, és hát az iszlám, mint minden idegen hatás, az a tenger felől érkezett. Az, hogy pontosan melyik irányból, az az nem annyira egyszerű kérdés. Például en, en, ebben a régióban sem annyira egyszerű kérdés, éppenséggel nem nyugat-arábia felől nem India vagy Arábia felől nyugati irányból, itt ebbe a térségbe más irányból jött, de ez most nem, igazából nem kell, hogy minket részletesen érdekeljen, legalábbis a mostani előadás szempontjából. Ez, ez a térség, ez, ez etnikailag elég kevert, de itt megint az etnikai színességtől egy kicsit el lehet tekinteni, azért, mert hogy alapvetően az őslakosság az, az, az három különböző kis népcsoportnak a, a tagjaiból áll. Uh, itt van egy Szaluan nevű népcsoportot, ott Batui település vidékén ők élnek. Akkor van a itt van ez a hát, kicsit ilyen fejre emlékeztető vége a Szé félszigetnek, az, a, az egy Balantak nevű népcsoport, és a Bangai szigeteken pedig a, a Bangai nevű népcsoport él, amiről egyébként a szigetek a nevüket is kapták úgyhogy ez az a három népcsoport, ami itt meghatározza a helyi népességet, és egyébként a többséget ők alkotják. A többi népcsoport, akik itt élnek, azok az utóbbi évtizedekben a hivatalos indonéziai politika, úgynevezett transmigraszi politika keretében kerültek ide, tehát akiket más indonézia más részeiből telepítettek ide, például Jáváról vagy Baliról, más túlnépesedett részeiről az országnak, de ez az egész szertartás sorozat, amiről beszélni fogok, ez, ennek a szempontjából a, ezek a népcsoportok, ezeknek a népcsoportoknak különösebb jelentősége nem lesz, mert ez teljesen a őslakossághoz kötődő szertartás sorozat, amiről itt beszélni fogok. Ennek a térségnek a, a történetét azt, azt alapvetően egy nagy állam határozta meg a késő középkortól kezdve, és gyakorlatilag az iszlám megjelenésétől kezdve, ahogy a sziget csoportot, és ahogy az ott élő népcsoportot, ezt is úgy hívták, hogy bangai, bangai szultánság. És a bangai szultánsággal majd láthatjuk, hogy nagyon szorosan össze is kötődik az a szertartás sorozat, amiről ö, beszélek. Igazából a, a szultánság ö, története az, ami az, az egésznek a háttér, történetét adja, az egész szertartásnak a mitikus vagy legendaszerű háttértörténetét, ezt mindjárt pár szóban szeretném el is mondani. Még pár szót a vallásokról. Mondtam, hogy ez szinte homogén muszlim terület. Hát itt Indonéziának a vallási térképét lehet látni, és itt ami zöld, az muszlim. Látható, hogy az ország nagy része az muszlim. Itt egy, ez egy kicsit mesterséges felosztást alkalmaz ez a térkép, és azt mondja, hogy hát van a modernista iszlám, vagy reform iszlám, reformista iszlám, amelyet, hogyha megnézzük, az ország nagyobb részén jellemzőnek talál, és akkor van a világos zöld, ez lenne a sötét zöld, és akkor van a világos zöld, ami meg a tradicionális, hagyományos iszlám, ezt, ezt én egy teljesen mesterséges felosztásnak tartom, legalábbis a saját tapasztalataim alapján. Tehát az biztos, hogy például Celebesen, ahol én megfordultam, és ahol ő a reformista iszlámot, vagy a modernista iszlámot tekinti uralkodónak, hát ennek nem sok jele van, ezt meg kell mondanom. Tehát, tehát ott ugyanúgy virágzanak a az, az, az szinkretikus kultuszok, az iszlám szinkretikus formái, mint mondjuk Jáván, ahol világos zöld szint, tüntet föl, lehet, hogy emögött van valami olyan mély, mélyebb megfontolás, ami miatt ezt, ezt indokoltnak gondolja, ezt a fölosztást. Én, én, én csak azt tudom mondani, hogy hogy ezt ennek nem sok jelét érzi az ember a, a mindennapokban. Ez lenne, tehát akkor a. Bocsánat, egy kicsit előre szaladtam, ez is jön mindjárt, de nem most még. Tehát ez lenne nagyjából a, a színtér, amiről beszélni fogok. Ez az ez a terület, amiről beszélni fogok, és ahol a, a szertartás zajlik, amit, amiről mondani valóm lenne. És akkor a, a, a szertartással kapcsolatban, amit először szeretnék róla mondani, az egy, az egy rövid mítosz, egy, egy pár mondatban összefoglalt mítosz, mert hogy az egésznek a magyarázatául ezt a kis történetet állítólag. Történeti beszámolót mondják. Na most ezt nem lehet semmilyen írott történeti forrásból ö, ellenőrizni. A történet semmilyen elemét. Aminek az az egyszerű oka, hogy itt a helyi ö, szultánságnak igazából nincs írott hagyománya. Tehát nincsenek krónikák. A térségben van írásbeli hagyomány, különböző nyelveken, de bugis bugisz nyelven, ö, sokfelé maláj nyelven, itt, itt. Celebesznek ez a keleti tengerparti része, itt, itt nincsenek írott források, tehát itt alapvetően a történészek szóbeli anyagból kénytelenek dolgozni, és, és, és emiatt sok esetben elég nehéz eldönteni, hogy a, a, szóbeli hagyomány az, az mennyire állja meg tényszerűen a helyét. ez a történet ez úgy szól, hogy Valamikor a 16.-17. századba, ezt nem mondja a történet, hanem csak nagyjából ki lehet számolni a, a uralkodó listák alapján, 16.-17. században egy megérkezett erre a területre Jáváról egy bevándorló, akit Adi Csokrónak hívtak, vagy helyi kiejtéssel Adi Szokónak, és ő alapította meg ezt a szultánságot, a bangai szultánságot, és akkor utána az történt, hogy feleségül vette, most egy picit visszamegyek igen. Tehát ö, ezen a sziget csoporton megalakítja a szultánságot, utána Batui nevű településnek a rádzsája, az hozzáadja a feleségül a lányát, abból születik egy gyerekük, akit úgy hívnak, hogy Abu Qasim, és akkor a gyerek ö, születésekor nagy örömében a, 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 a feleségnek az apukája, tehát az após, az ö, egy helyi madárfajtából ad egy párat, a, a vejének, a szultánnak, ezt a madarat, ezt majd mindjárt beszélek róla, ezt úgy hívják, hogy maleó, maleó madár, vagy kalapácsfejű tyúk. Ebből ad egy párat a szultánnak, a szultán nagyon boldog, ez egyébként helyben egy valóban létező madárfajta, és akkor valam, különböző okok miatt a szultán kénytelen ö, visszatérni Jávára, és magával viszi a madarakat. Igen, ám csak ezek a madarak nem szeretnek ott élni, ez egyébként ténykérdés, valóban Jáván nem élnek ezek a madarak. Ez egy endemikus helyi faj. Nem szeretnek ott élni a madarak, úgyhogy visszaküldi ide a szultán a, a, a madarakat, visszaadja a gyerekének, Abu Kassimnak, aki itt marad, és, és az pedig azt veszi észre, hogy a szigeteken sem szeretnek élni a madarak, tehát vissza kell küldeni oda, ahonnan kapták a madarakat, Batui településre. És ez valóban igaz, tehát a szigeteken nincsenek ezek a madarak, ez megfelel a biológiai megfigyeléseknek, vagy zoológiai megfigyeléseknek. És akkor utána a Batui környékén eleresztik ezeket a madarakat, elszaporodnak, és ebből van ez a nagy madárpopuláció, ami most ö, ott él, ö, ami nagyon jó a helyi lakosságnak, mert hogy ennek a tojásai azok kedvelt semege. Úgyhogy ezt nagy előszeretettel minden évben, amikor kezdődik a szezon százával, gyűjtötték, illetve ma is gyűjtik, és ez egy, ez egy fontos táplálék a helyi lakosságnak. Tehát gyakorlatilag a szultán egy, egyfajta ajándékként visszaadja azt a madárpárt, és ez nagyon jó a helyi lakosságnak, hiszen így elszaporodik helyben az a madár, ami aztán számukra valóságos áldás, és eszik a tojásán. Ez az a mítosz, vagy ez az, az a alapító történet, ami az egész, szertartás sorozatnak a, a hátterében van. És még most azt hiszem, hogy még mindig nem mondanám részletesen, hogy hogy néz ki maga a szertartás, hanem a további hozzávalókról szeretnék pár szót szólni, tehát miből áll össze ez a szertartás, milyen, milyen jellege, mi a háttere, mi a kulturális háttere. Van egy mítoszunk, ugye, a madarakról szóló történet, illetve az első szultánról szóló történet. Ö, hát kell hozzá ugye a madár ez így néz ki, ez a maleó, így hívják indonézül, helyi nyelven mamuha, és magyarul meg kalapácsfejű tyúk, makrocefalo, makrocefalon maleó a, a tudományos elnevezése, ez egy en ásó tyúk félék közé tartozik, és körülbelül ez egy rajz róla, de így néz ki a, a valóságban, és ez egy olyan madárfajta, ami elássa a tojásait a homokba, ilyen avar alá, és akkor a, az a hő kelti ki a tojásokat, tehát simán lehet gyűjteni, amikor a madarak ott hagyják a tojásaikat, és ezt meg is teszi a helyi népesség, tehát százával régebben ezrével gyűjtötték. Ez egyébként egy meglehetősen uh, helytelen dolog, mert már ez, ez, uh, ez kihalással fenyegetett faj, tehát ez a madár-tojás gyűjtés, ez egy, ez egy elég problémás, meg vitatott dolog, uh, mivel... A madár tojások begyűjtése az a szertartásnak is egy, egy elengedhetetlen része, például erről állandó viták vannak helyben az ilyen környezetvédő szervezetekkel, hogy helyesse ezt tovább csinálni, vagy pedig valami szimbolikus tárgyal kellene a, a tojásokat helyettesíteni. Hát Egyelőre még nem a helyi hagyományos elit nem ment bele, hogy ezt lehetne bármivel helyettesíteni, ehhez tojás kell. Öh. Úgyhogy, úgyhogy ez az egyik hozzávalója, vagy vagy fontos elem a szertartáshoz, ezek a madarak. Akkor, hát a maga a szertartás, ahogy látni fogjuk, az egyik legfontosabb kulturális háttér, amit, amit, amit mellé rakhatunk, az az, hogy, hogy ez egy tipikus animista szertartás, és azon belül is az ősök kultuszához kapcsolódó szertartás. Ez, ez több okból is lehet mondani. Ezt majd nem tudom, hogy most. Ja igen, ez a madártojás, ezt erről is tettem ide képet, így néz ki meg, főve, tehát ezt, ezt eszik, amiként mondtam. Egyébként nagy. Tehát a maga a madár kisebb, mint egy tyúk, maga a tojás az viszont jóval nagyobb. Hogy hogy oldja meg, azt nem tudom. Öh. Az ősök kultuszáról van szó a szertartásnak több pontján, mint itt is látható ezen a képen, hát ez éppenséggel így, így állóképpen annyira nem látszik, de az ősök szellemei azok megszállják a résztvevőket, illetve a résztvevők közül bizonyos személyeket. Egyszerűen azért, mert a, a szertartásnak az egyik célja, hogy egy több száz éves olyan hagyományt, ami, amihez ragaszkodnak az ősök, illetve az ő szellemeik, azt újra meg újra be kell mutatni, mert ha nem, akkor mindenféle ö, csapás fogja sújtani, természeti csapás a helyi lakosságot. Itt ez a terebélyes úriember, ez éppen egy ilyen megszállott állapotban van. Csak mondom, ez a, ez a sajnos az állókép az nem igazán mutatja, de csapkodott, habzott a szája, Hörgött. És egyébként meg kell jegyeznem, hogy minden más résztvevő számára ez egy tökéletesen minden mindennapi dolognak számított, illetve nem mindennapi, de természetes dolognak, tehát igazából nem rajtam kívül nem vettem észre, hogy ez bárki úgy ezen, ezen meglepődött volna. Egyébként a szertartás sorozat több pontján is a, az ősök szellemei ilyen módon ö, megjelentek. Voltak olyan, o, olyan ö, mozzanatai a szertartás sorozatnak, amikor egyszerre sokan, sok résztvevőt is megszálltak. Egyébként a szertartás sorozatnak a záró része, amiről itt bővebben nem fogok beszélni, azt a dzsungelben ilyen szent helyeken tartják, és ott viszont tömegesen, tehát annak az, az a fő célja, hogy a, miután minden lezajlott, és az ősök már végleg megelégedtek az az évi fölajánlásokkal, akkor a résztvevőket tömegesen megszállják az ősök szellemei. Tehát ez elég egyértelműen egy ősök kultuszához kapcsolódó szertartás sorozat. Azon. azon belül egy csomó olyan eleme van, ami egy másik jellegzetes dél-kelet-ázsiai jelenséghez köti, ez pedig a alapító kultuszok, tehát az, amikor, amikor, egy bizonyos területre először telepednek oda emberek, és, és az ott azt benépesítő szellemekkel az első oda települő nemzetség vezetői, azok egyfajta ilyen szerződést kötnek, ilyen és ilyen szerződés alapján használhatjuk a területet, és akkor ennek a szerződésnek mindenféle szertartások bemutatása is a, a, a része szokott lenni. Aztán ezeket a szertartásokat az a első alapítók leszármazottai viszik tovább, és ezeknek az alapítókultuszoknak kultuszoknak sokszor az is része, itt is egyébként, hogy az első, itt megtelepülő embereknek a szellemei is istensége, vagy szellemé válnak, és ők is számukra is be kell mutatni a továbbiakban áldozatokat. Ahogy mondtam, itt a, a, a megszállottság, ezt már említettem, az ősök kultuszával kapcsolatban, és és hát nagyon fontos összetevője az szertartás sorozatnak az, hogy ez különböző szent helyekhez is kötődik. Ez Indonéziában állt, de más kultúrákban is, de Indonéziában is nagyon jelentős szerepet játszanak az ilyen szentnek tartott, vagy nagy erejűnek tartott helyek. Ezt indonézül makramatnak hívják az ilyen helyeket, és ez egy arab eredetű szó egyébként. Nagyon érdekes, hogy egy alapvetően a helyi és animista elképzelést azt egy arab szóval neveznek meg, vagy arab eredetű szóval. Az ilyen kramat helyek, ezek nagyon sokfélék lehetnek. Egyébként itt ebbe a régióban is nagyon sokféle ilyen szent hely van. Ezek lehetnek például ilyen, például egy valamilyen természeti jelenség, ilyen figyelemreméltó természeti jelenség, egy folyónak mondjuk a, a forrása, ez egy ilyen, ez, ez, ez egy Piala nevű kis dzsungel folyónak a forrása, mellett egy ilyen szentély, ilyen hely Lehet például egy, egy figyelemre méltó természeti képződmény, ez, ez, a bangai szigeteken van, ez, 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 mondjuk annyira nem tűnik a képen figyelemre méltónak, de itt ennek az a, ebbe az a pláne, hogy ez a kő időnként mozog a helyi népesség szerint ezt Batu Ampa, Ampakonnak hívják, szó szóval szerint ide-oda vándorló kő, a, és a helyi hagyomány szerint időnként elmegy Jávára, aztán visszatér. Ilyen, ilyen szent helyek is vannak akkor, és hát a, a, a leggyakoribb szent helyek, azok meg sírok, tehát jelentős személyeknek a sírjai és ezek lehetnek politikai figurák, vallási figurák, vagy, vagy egyszerűen a helyi hagyományban fontos szerepet játszó figurák. Ez, ez a kép például, ez a Bangai szigeteken, a, mondtam ezt az Adicsokról nevű alapítót, ez az ő fia Maulana Mandapar nevű rádzsának, vagy szultánnak a, a, sírja, ilyen koralkövekből kiépítve, ez egy ilyen kis domb, vagy hegyecske tetején van, egyfajta kilátó helyen, és, és mind a mai napig fölvonulnak oda, a, a helyiek fölajánlásokat tenni, meg, meg füstölőt égetni, illetve, illetve egyéb szertartásokat ott végezni, vagy egyszerűen csak meditálni. És hát ami meg a mi szertartás sorozatunkat illeti, ott hát az, az alapvetően két szentnek tartott hely között zajlik. Az egyik az az úgynevezett Rumahadat, legalábbis indonéz nyelven így hívják, a helyi nyelven Baruga. A a hagyományok háza, az, az per definíció nem szentnek számít, ahol a hagyományos szertartásokat végezik, az azért szent, mert ott az ősök szellemei a közelben ott vannak, és, és időről időre megjelennek, úgyhogy maga az az épület, majd mindjárt mutatom a képeken, ahol a szertartás zajlik, az szent hely, az kramat. És a záró akkordja az egész szertartás sorozatnak, ami több napos, az pedig a bangai szultánok palotájában zajlik, az is szent helynek számít, Általában a, a, a jelesebb uralkodóknak a sírjai, illetve minden olyan hely, ahol a, akár világi, akár vallásos erő összpontosul, a szentnek számít, ilyen Kramatnak számít, az biztos, hogy a bangai szultánoknak a palotáját, az így tekinti a helyi népesség, hogy az Kramat a szent hely. Úgyhogy szent helyről szent helyre viszik ezeket a tojásokat, hiszen az egész szertartás sorozatban a tojások azok alapvető szerepet játszanak és akkor ez tovább is vissza a következő fontos ilyen kulturális összetevőhöz, vagy, vagy elemhez, amiről pár szót kell szólni, ez pedig a, 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 fölajánlási szertartások. Hát ez mint minden más vallási hagyományban, ez itt is nagyon nagy szerepet játszik, hát ez, ez az indonéziai vallásos közösségek, mindegy, hogy keresztény közösségekről, muszlimokról, animistákról, konfuciánus, bármilyen Vallási hagyományból jönnek ezek a fölajánlási szertartások, ezek mindenütt hatalmas szerepet játszanak. Itt ez, ez az imént mutatott képről, ami ugye a folyó mentén egy ilyen kis szent kramat hely, itt a folyó ö, forrásának a szellemeinek kirakott ételadomány látható. Ö, igazából ezek a fölajánlások, indonéz nyelven Szagyán vagy Szaszagyán, az, az, az ilyen típusú ételek, virágszírmok, füstölők, pénz és egyéb dolgoknak, a, vagy ruhák és egyéb dolgok felajánlása a szellemeknek. És hát nagyon fontos még, amiről most csak néhány szót szólok, mert, 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 mert nincs rá egyszerűen idő, hogy hosszabban beszéljek róla, a, a, közösségi étkezés, a rituális közösségi étkezés, amit indonézül általában szlametannak neveznek, vagy tahlilan, vagy könduri néven nevezik, meg az, az, az a dél-kelet-ázsiai muszlim, muszli, dél muszlim vallási életben az egy alapszertartás. Tehát igazából olyan muszlimok is, akik soha életükben nem imádkoznak, egyféle vallási szertartásban mindig részt vesznek, az, ez, ez a bizonyos slametan, tehát a közös rituális étkezés, ahol mindenféle ráolvasások meg imák hangzanak el, és akkor utána a közös étel elfogyasztásával egyfajta isteni áldást visz haza az összes résztvevő magának is, illetve a, a családjának. Ezek a közös rituális étkezések, ezek annyira részei a, a helyi vallási hagyománynak, és olyan érzékelhetően az iszlám előtti hagyomány, hogy egyébként a muszlim reformista csoportok, azok nagyon erősen ezt kritizálják is. Tehát ez, önmagában ez nem tűnik olyan, muszlim szemszögből olyan vészes dolognak, hogy most közös rituális étkezés, de, de, mivel mindenki érzékeli, hogy ez a régi iszlám előtti hagyományok tovább vélése, ezért nagyon erősen kritizálják a, a, modern reformista vagy szalafista iszlám híveit, és kifejezetten nem ajánlják a híveiknek az ilyeneken való részvételt. És akkor most maga a szertartásról. A szertartás az igazából az, az több napos, ahogy mondtam, és az egésznek az a lényege, hogy itt volt ez a madár, amit visszaadott a szultán a, a helyi rádzsának, elengedte az azóta itt él, virul és, és, és a helyi lakosság eheti a tojásait. Minden évben csak úgy ehetik a tojásokat, hogyha a szezon legelején, amikor elkezdődik a tojás szezon, az első százat összegyűjtik, más verzióban 140-et, de mindegy a szám, az sokat az első százat összegyűjtik, a legtöbb verzió szerint a különböző főnökségek mind-mind meghatározott számba behordják a tojásokat, és akkor ezeket elviszik a bangai szultánságnak a központjába, és fölajánlják a szultánnak, aki aztán a különböző régóta kialakult rendszerint a szultánság fő tisztviselőinek, illetve a saját családjának szétosztja. Ha ez megtörtént, utána ehetnek az emberek, utána gyűjthetik a saját céljukra a tojásokat a helyben. Ebben nem sok iszlám elem van, ebben megegyezhetünk, e, e, így, így, ennyi elmondás alapján az iszlám majd ezután következik. De ez a rövid szüzséje mondjuk a, 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 szertartás sorozatnak, ez több nap alatt zajlik. Először Batuiba kezdődik, ott gyűjtik ugye össze a tojásokat. És egyébként egyre később van, ennek nincs fix időpontja, mire összegyűjtik az első százat. Ma már ott tartanak, annyira kevés ilyen madár van, hogy egyrészt ilyen tenyésztelepek vannak, másrészt meg Celebesz egyéb részeire kell elmenni és vásárolni kemény pénzért tojásokat. Mert, mert helyben nincs elég. Vagy pedig annyira későn kezdődhetne csak a szertartás sorozat. Tehát itt Batuiban történik az első mozzanat, ez a Szertartások háza. És ebbe hordják be. Ez az első mozzanat, hogy a, a, a begyűjtött tojásokat a különböző főnökségeknek a küldöttségei, azok e, itt látható, szépen behordják. Ez az első napja a szertartás sorozatnak. Ott, ami a kezükben van, ez egy ilyen pálma, nem nevű pálmafajtának a a leveleibe becsomagolják, ez is egy régi hagyomány a tojásokat, és, és így hozzák be a, a tojások hordozói. Egyébként megkérdeztem, hogy, hogy ezt, akik hordják a tojásokat, azoknak van-e jelentőség, hogy milyen nemzetségek, családok, de igazából nincs, tehát azt mondják, hogy olyanok, akik ügyesek, és nem fogják elejteni a tojást, mert az mindenféle, Ö, csapással jár, hogyha elejtik, úgyhogy igazából ez inkább csak praktikus megfontolás, hogy ki az, aki hordhatja, viszont a szertartás vezetői azok már nem ilyen alapon választódnak ki. Ö, és akkor ezeket szépen sorra fölviszik, behordják a szertartások házába, ott összegyűjtik, és akkor a, a, a közösségnek van egy férfi vezetője is, és van egy női vezető. Ez a Bosszány nevű női vezető, szó szerint a, a szép helytartó, hát ez egy öreg asszony, az, az egyik alapító nemzetségnek a, a női vezetője, az, az aki, aki itt a tojásoknak az őrzője, amikor behordják. És itt miután behordták, mindenféle ráolvasások hangoznak el. Hogy milyenek azt, az, arra mindjárt visszatérek. Itt látható egyrészt az imám, másrészt a, ez a női vezető ráolvasásokat mond közös étkezésre kerül sor. Tehát ez a bizonyos rituális étkezés, hogy az egész esemény sornak az áldását mindenki hazavigye. Ezen viszont részt kell venni minden fontosabb helyi nemzetség vezetőjének, legalábbis az első helyi nemzetségek vezetőinek. Jó, igen, és akkor kicsit előre szaladtam, ugyanis másnap történik az, hogy a nagy szertartás sorozat, amikor újabb ráolvasások, füstölőket használnak, beszédek hangoznak el, ma már hivatalos politikai vezetők is jelen vannak, és hivatalos beszédeket mondanak a, a hagyományok fontosságáról, és így tovább, és így tovább. És utána elkezdik lehordani a tojásokat ugyanígy egy menetben a kikötőbe. Itt egy folyónak a torkolata itt éri el a tengert, és oda a torkolathoz hordják le. És aztán elhelyezik. Itt látható közelebbről, hogy ilyen pálma levelekbe csomagolva viszik a tojásokat. Ez a kikötőnek a bejárata, vagy a mólónak a bejárata. Itt lenne ebbe a vízi alkalmatosságba helyezik el, nem tudom, hogy ezt hajónak vagy csónaknak nevezzem. Látható, hogy sorban hordják oda, berakják a csónakba, és akkor utána a következő nap az azzal telik, hogy ezt a tengeren keresztül, ez nem is rövid egyébként ez, ez a tengeri út, ez nagyjából 24 óra, vagy valamivel több, amíg elérnek a bangai szultánságnak a központjába, ami több száz kilométerre van onnan. Itt mutatja ez az útvonalat, és akkor ugye ott zajlik bangai szultánságnak a központjába, bangai szigetén, és egyébként bangai nevű településen a, a, a záró akkord, ahova összegyűlnek a helyi főbb nemzetségeknek a képviselői. Ezek a színes zászlók egyébként amott is, meg emitt is, ez, ezek egyszerűen azt jelzik, hogy rituális esemény zajlik. Egyébként nem tudtam kiszedni senkiből, tehát ezt, ezt mániákusan kérdezgettem, hogy a piros szín az mit jelent, az ugye piros ruhában vannak. Mindenki annyit mondott, hogy hagyomány. Senki ennél nem tudott mélyebb magyarázatot adni. És akkor itt a hajón érkező küldöttség, kihozza a tojásokat, átadja a szultán küldöttségének, innentől kezdve a szultáné a tojás, és akkor ezek egy, egy ilyen hát, stilizált katona vezetésével elviszik a szultán palotájába, ami ott fönn látható. Hát itt a palotát ezt ilyen faháznak kell érteni, de ez helyben egy, egy elegáns épületnek számít. Ez a palotának a terasza, és akkor itt a küldöttség beviszi, itt ugye csak, csak ilyen görnyetten lehet bevinni, mert, mert ö, nem lehet a feje magasabban, mint az, a, a nagyvezír, aki fogadja, ma már nem a szultán, hanem a vezír az, akinek átadják a tojásokat, jogugu helyi nyelven. Ö, itt bent látható, ahogy átadják, utána elköszönnek a azok, akik hozták a tojásokat, és ezzel nagyjából le is zajlik a hivatalos program. Két héttel később van az, amikor egy ilyen dzsungelben, egy, egy ilyen szent épületben az ősök szellemei kifejezik a, a, a az évi szertartás sorozattal, azzal, hogy megszállják a résztvevők nagy részét. Ez, ez a, így néz ki a szertartás sorozat. És igazából itt az a, kérdés, ugye, jogos kérdés, hogy, hogy ebben mi volt az iszlám. Tehát azon kívül, hogy, hogy muszlim a népesség, amelyik ezt csinálja, de hát hol van itt ebbe az egészbe iszlám. És, és igazából én arra jutottam, én most azt mondom, és nyilván ezzel lehetne vitatkozni, meg másféle fölosztást is elképzelni, de igazából három szinten jelenik meg az, hogy ezek muszlimok és az iszlám hagyomány. Az egyik, az első kettő az annyira, az elég banális és annyira szerintem nem érdekes, meg mindenfelé az iszlám világban megfigyelhető, a harmadik már figyelemre méltó. Az, az, első szint az egy ilyen személyes szint, tehát a muszlim vallási elit ott van. Tehát mind végig részt vesznek a szertartásokban. Egyébként ez az egyik, egyik vita téma, ami miatt ma már, a, amikor tavaly ott voltam, akkor már két külön csoportban ünnepelték ezt az egész szertartást, két külön helyen, mert a közösség két csoportra, két pártra oszlott, részt vehetnek-e a modern indonéz politikai elit helyi képviselői a szertartás sorozatban, vagy csak a hagyományos elit, beleértve a vallási elitet és a politikai elitet. Az egyik csoport szerint nem vehetnek részt, a másik szerint igen. Ez ugye aranybánya egy antropológia iránt érdeklődő embernek, de alapvetően elég szomorú sztori. Hogy a szertartás sorozat most már két külön párt szervezésében megy, külön-külön helyen, akik nagyjából nem is állnak szóba egymással. Még az előtti évben nem így volt. De a muszlim vallási eliszt részvételét senki nem kérdőjelezi meg, tehát az, az, ők mind ott vannak. Sőt, alapvetően a ráolvasásokat azokat ők végzik. Nem csak ők, de alapvetően az imám, az úgynevezett Modin, tehát a, a hát műerzin szóból, vagy annak egy eltorzított változata, egy ilyen általános muszlim vallási specialista, a vallási elit. És hát a szultán, a szultán a helyiek fejébe az, az egy vallási tisztviselő is, nem csak, nem csak, politikai vezető, hanem úgy mond az iszlám, az iszlám vallásos elitnek is a képviselője. Úgyhogy mindezek egyfajta legitimációt adnak a szertartás sorozatnak. Egyébként itt látható ezen a képen, hogy a politikai helyi indonéz politikai elit jelen van, itt éppen a, a helyi kormányzót, a, a Bupati a helyi kormányzót üdvözlik a szertartás sorozat kezdetekor. Elvileg neki nem lenne semmi helye a, a szertartás sorozatban hagyományosan, de van. A másik az a, az a retorika, ilyen formulák szintje, tehát az, hogy, hogy egész egyszerűen a, a ráolvasások, azok muszlim imádságok ma már. Tehát nem, nem, igazából nem nagyon vannak olyan formulák, amik amik nem arabul hangzanak el, és amik nem alapvetően muszlim imádságok. Egyébként a ráolvasásokra is most már van egy csomó szó a helyi nyelvben is, és indonézül is. Kizáll egyetlen szó, amit használtak, az a doa szó volt, ami az arab nyelvből jön. Doa fohász imádság. Csak ezt használták a ráolvasásokra és és valóban majd mutatok egy, ha lesz idő még a végén akkor mutatok egy rövid filmfölvételt, ahogy a ráolvasások zajlanak, az hallható, hogy azoknak jelentős része arab, vagy a túlnyomó része az arab nyelven van. Egyébként, ami nem arabul van, azok is muszlim formulát nagy rész. Ja igen, hát ez, ez, a, ez egy kitérő, de ezt hagyd mondjam el, mert ez annyira édes volt, hogy hát meg tragikomikus is igazából, hogy mondtam, hogy két... Két pártra szakadtak, az egyik párt szerint részt vehet a helyi politikai elit, a másik szerint nem, és hát van egy ütőkártyája annak a pártnak, én annak a szertartáson vettem részt, akik szerint részt vehet a helyi politikai elit, és hát ő, az, ö, tavaly már már ö, ők egy csodával is előálltak, hogy a, a szertartások házában, amikor behorták, és ugye másnap reggel bementek, hogy kihordják a tojásokat, akkor egyszer csak a semmiből megjelent ott egy tojás az éjszaka a, a, a szertartások házában, aki semmi nem, senki nem hozott oda, tehát azt állandóan mindenki emlegette, és engem is oda hordtak, hogy ezt fényképezzem, nézzem meg, ez nagyon fontos esemény, ilyen még nem volt, hogy a Talur Ajaib, a csoda tojás, ami megjelent, és ez csak nekik, a másik pártnál nincs. Na mindegy. Ja igen, tehát ez a formulák. Igazából az egész szertartás sorozat során végig mondom a ráolvasások, de az egésznek a kezdete muszlim formulákkal kezdik, muszlim prédikáció hangzik el több pontján a szertartásnak. Ezen nem akarok tovább lovagolni, a, a, a retorika az teljesen muszlim. És ami, ami viszont a legérdekesebb, az, a, az egy sokkal mélyebb szint, az, hogy az egész szertartás sorozatot, ami alapvetően az ősök kultusa, és alapító kultus, ahogy mondtam, ezt teljesen átértelmezték. Hogy ez mikor zajlott le, ezt nem tudom megmondani, és szerintem ezt soha nem is fogják tudni megmondani, vélhetőleg, de, de hogyha megkérdezzük a helyi adatközlőket, hogy ennek mi az értelme az egésznek, miért csinálják ezt, akkor teljesen más sztorit adnak elő. Nincs szó. Beszélnek az ősök általi megszállottságról, de ez mind mellékvágány, mert a lényege az egész szertartásnak nem ez. Van egy bizonyos mozzanata, amit, amit például úgy értelmeznek át, ez még mindig nem a lényeges, hogy ezt a közös étkezést, az ugye mondtam, hogy ez egy olyan kicsit nem olyan igazán elfogadható muszlim reformista szemszögből, azt például ma arra egy másik arab szót használnak, azt, hogy mi ami a koránban is szerepel, Rahim a, a, a rokonság megtartása, ami nagyon pozitív hangulatú fogalom a Korán szövegében, hadiszokba szerepel, és ezt, ezt indonézül is, egy átalakít, kicsit átalakítva indonézül is használják ezt a szót, a mi tartani a rokonságot, és ez immár nem közös rituális étkezés, hanem a rokonság megtartása. Ami már iszlám szemszögből egész más, az, az már rendben van, hiszen a Koránban is szerepel. De nem is ez az érdekes, hanem az egész szertartás sorozat lényege. Ha megkérdezi az ember, és itt most hangsúlyoznom kell, nem csak az elit, nem csak a hagyományok őre, nem csak az elit, hanem az egyszerű résztvevőket is, hogy miért csinálják ezt, mi ez. Akkor az a szó, amit mindig mondanak, az az, hogy amana, indonéz szót használják. Amana, ez egy arab eredetű szó. Arabul amana. Az amana, az egy nagyon sok mindent jelent, ez a szó. Úgyhogy, úgyhogy erről néhány szót szeretnék szólni, és nagyjából azt hiszem, hogy ez lesz az, amiről még beszélni akarok. Tehát az amana az. az Alapvetően azt jelenti, hogy megbízhatóság. Azt is jelenti, hogy letétbe adott tárgy. Az is, hogy letétbe adott tárgyat hűségesen visszaadok. Hűség. Meg mindenféle ilyen jelentései vannak, meg még sok-sok-sok más jelentése is van a szónak. És itt fölírtam magamnak néhányat. És itt jön a középkori arab írott hagyomány. Például Al-Hazali, aki egész Indonéziában egy nagyon népszerű szerző a középkorból, egy Sáfita jogtudós volt, illetve szúfi szerző. Sáfita az a jogi iskola, ami Indonéziában is elterjedt, meghatározó. Például ő az Ihya Olumaddin című nagy, híres könyvében, amit egész Indonéziában, minden vallásiskolában tanítanak, és sok száz éve tanítanak. Ott azt mondja, hogy amána az például bármi, ami másra rábízott tárgy, vagy megőrzendő titok, vagy bizalmas közlés, amit, amit baráti társaságban mondunk, az mind amána, mert hogyha ezt, azt ki, másnak elmondom, akkor, akkor visszaéltem a bizalommal. Ö, akkor az állami alkalmazottaknál hogy az, amána az, hogy ne legyenek korruptak. Akkor a, a, a mesterember az, hogy megbízhatóan végezze el a munkáját, az az amána. Akkor, a vallási vezetők esetében az, hogy, hogy teljesítsék lelkiismeretesen a, a föladatukat, meg a vallási követelezettségeiket. Akkor van egy hadisz, ami azt mondja, hogy minden egyes muszlim számára minden testrésze amána. Ezt az Istentől kaptuk, és rajtunk áll, hogy mire használjuk. Az Isten nem arra adta, hogy bűnöket kövessünk el, hanem mindenféle jó dolgokat, ez az amána. És ha jó célokra használjuk a szemünket, fülünket, kezünket, stb., akkor, akkor megőriztük az Isten által adott amánát, hogyha nem, akkor meg elherdáltuk. Akkor azt mondja az al az egyik passzusban, hogy amán az, hogy minden muszlim számára a gyereke. Megkaptuk Istentől, ami föladatunk, hogy fölneveljük tisztességes embernek, normális, rendes embernek ez az amána. Ha nem csináljuk meg, akkor elherdáltuk. Ezek ugye mind etikai fogalom körül keringenek. Ez alapvetően az iszlám etikának egy fontos fogalma, majd mindjárt erre pillanatra visszatérek. Már tényleg csak egy rövid időre. Akkor például az előírt vallási közdelezettségeknek a teljesítése az amána. A Hazáli szerint és más középkori muszlim szerzők szerint, tehát az Isten tiszteletének különböző formái imádkozni az egy Amána. Az Isten rábízta, megadta hozzá a vizet, megadta a kezet, a testemet, megadta az instrukciókat, így kell. Ha megcsinálom Amána, ha nem, akkor elherdáltam. Böjtölés, stb. De valójában, mondja Algazáli, hát igazából az egész emberi élet Amána. Hát ezt megkaptuk az Istentől, rajtunk áll, hogy mire használjuk. Ha, ha, úgy, ahogy az, az, Isten elvárja tőlünk, akkor az amána megtartottuk, hogyha nem, akkor elherdáltuk. Ö, akkor vannak misztikus értelmezései az amánának. Alkazáli ugye fontos szúfi szerző is volt. Én ebből egyet fölolvasok, de nem azért, mint hogyha pontosan érteném, hogy mit akar vele. Magyar fordítás, amit több nálam hozzáértőbb emberrel megkonzultálva készítettem, de, de azért ez nem biztos, hogy a jó fordítás. Azt mondja, hogy azt mondja, hogy az amánát illető csalás az Istentől származó misztikus állapotokkal, az ahvál állapotokkal kapcsolatban az, hogyha megfigyeled ezeket anélkül, hogy megszűnnél a szemlélésükre figyelni. Tehát, hogyha én a Istenbe, nem az Istenbe feledkezem bele, hanem, hanem még mindig magamra figyelek az Isten élmény közben, az azt jelenti, hogy elherdáltam az amánát. Ez egy szúfi értelmezés, és hát mondjuk Al-Ghazali szúfi is volt. Most száz szónak is egy a vége, igazából ez nagyon sokféle jelentése van ezek szerint az amána fogalmának, de de igazából néhány alapvető dolgot azt lehet mondani, az az, hogy egy muszlim etikai alapfogalom. Tehát az, az egész élet során mindig szembenézünk olyan etikai kötelességekkel, ha megtartunk, akkor amána, hogyha nem, akkor nem amána. Ez az egyik. És a másik, amit mindenképpen mondani kell, hogy ez egy, ez egy pozitív fogalom. Tehát nincs olyan kontextusa, amikor ennek negatív lenne a, a, a kontextusa. És ahogy mondtam, ez szerepel a Koránban is. Bocsánat, ez tovább mentem. A Korán például egyébként több helyen is. Tehát maga a főnév négy helyen szerepel, igei formában sok további helyen. Itt a fordítás, ezt nem is olvasom most föl. Hadiszokba szerepel. A dilemáne illemán, itt emenek, ad vissza a letétbe helyezett tárgyat annak, aki azt rád bízta, stb. Van egy további hadisz, meg lehet nézni, de igazából inkább visszamegyek az előzőhöz. Letétbe helyezett tárgy. Ez az a, ez az a jelentése, amit, amit itt értenek alatta helyben. És ugye ez egy pozitív fogalom. Tehát, tehát alapvetően egy helyi adatközlő, megkérdezem, hogy mit csináltok, és miért csináljátok ezt a szertartást, akkor a következőt mondja, ez egy amána, ez ránk bízta ezt a két madarat az alapító, itt ez nekünk egy áldás, és nekünk ezt mindig visszonozni kell, évről évre. Amána, azt vissza kell adni annak, akitől kaptuk. Letétbe helyezett tárgy. Ezek a tojások, amiket visszaadunk a, a madár szimbólumaként, vagy, vagy pótlékaként. Minden évben, ha nem tesszük meg, akkor az amánát elherdálta Hogyha megtesszük, akkor megtartottuk. Ez vallási előírás. És itt, és itt állunk, hogy egy, 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 alapvetően egy animista szertartás, egy, az ősök kultusza, alapító kultusz, az gyakorlatilag egy, egy ügyes fogalmi átértelmezéssel lett belőle egy muszlimetikai kötelesség. Tehát nem egyszerűen elfogadható, nem egyszerűen csak elmismásoljuk muszlim szemszögből, mert ez elég gyakori az iszlám világban, hogy, hogy hát nem beszélünk róla, vagy, vagy, vagy inkább úgy tekintjük, hogy nincs vallási jellege az elég gyakori megoldás, Áda régi szokás. Ez gyakori dolog, ez több annál. Tehát itt, itt, itt egyenesen az a végeredménye a dolognak, hogy nekem muszlim számára ezt a szertartást megcsinálom, kötelesség, erkölcsi kötelesség. Amána, az Isten ezt várja tőlem, ez van a koránban, ez van a hadiszokban. És azt hiszem, hogy ez, ez, ez a ne további annak, hogy a helyi hagyománynak az átértelmezése. Én ennél nem tudok mélyebb átértelmezést elképzelni, és, és mivel nem tudok elképzelni, akkor azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol be is kell fejeznem az előadást, és ezt most meg is teszem. Köszönöm szépen.